Jó estét kívánok, kedves nézőink, ez a Sajtóasztal, a Kecskeméti Televízió véleményműsora. Ma esti vendégeink Rajnai Attila, Garaci János és Ökrös Csaba kollégám. Üdvözöllek benneteket, és hát vágjunk bele, sajnos egy olyan apropója van a kiinduló témának, amely az elmúlt, én azt gondolom másfél hét kecskeméti közbeszédét alapvetően meghatározta. Ez az ominózus közlekedési baleset a piaristák terén történt, múlt szerdán. Egy halálos baleset, egy több közül, ami az elmúlt időszakban történt Kecskeméten. Ami azt gondolom, hogy kiemeli mégis a többi baleset sorából ezt a tragikus történetet, az, hogy a jelek szerint mélyen megérintette a kecskemétieket. Rendkívül heves vitákat váltott ki, és hát várható módon ebben a vita pelettában azért a politikai felhangok is megjelentek. Szakmai kérdés, politikai kérdés, hát a választás előtt vagyunk néhány héttel. Rendkívül sok érv, ellenérv hangzott el, miközben nagyon sokan azért itt egy emberi tragédiát látnak az ügy mögött, nem csak az áldozatét, hanem annak a buszsofőrnek is a tragédiát, aki a balesetet valószínűleg vagy vélhetőleg okozta. Mi a véleményetek, hogy egy ilyen esetben elkerülhetetlen-e az, hogy a józan, normális, az áldozat emlékét tiszteletben tartó hangok mellett azonnal megjelennek-e a politikai hátterű vélemények? Hát ha egyéb helyzetben nem is egy választáshoz közeledve, szerintem ez szükségszerű. Különösen úgy, hogy önmagában a közlekedés, meg az esti közlekedés egyébként is most téma a városban. Ha más nem, hogy mikor kapcsolódnak fel a lámpák, hogy a lámpáknak van elég fényerejük. Úgyhogy szerintem ez ilyenkor óhatatlan, hogy előkerül. Aztán, hogy milyen hangvételben beszélnek a vitának a különböző tényezői, az egy másik kérdés. János? Hát szerintem ez egy tragikus dolog, hogy a politika ebbe belemászik, de sajnos a választások közelettével minden lehetőséget ki fog a politika használni, hogy megszólaljon, hogy hallassa a hangját. Egyszerűen nevetségesnek tartom, hogy például volt olyan korábbi politikus jelölt, aki már egyenesen lemondásra szólította fel a városvezetést, annélkül, hogy egyáltalán átgondolná az egészet. Azért ugye ez a baleset mögött, ez a halálos, tragikus baleset mögött azért egy folyamat van a magyarországi közlekedésben. Megnéztem, hogy Magyarországon évente több mint 900 gyalogos baleset van, és a 2015-ös adatot láttam, 149-en halnak meg. Ez elképesztő magas szám. Európában a vezető balesetek, akik balesetben elhunyt gyalogosok száma 100 000 lakosra vetítve, és ennek sokkal mélyebb összetevője van, sokkal mélyebb háttere. Tehát talán a politikának azon kellene, most nem biztos, hogy a választási kampány erre alkalmas, azon kellene elgondolkodni és vitázni, hogy hogyan lehetne ezt megelőzni, mit lehetne annak tenni, annak érdekében. Mert most ugye ez megrázta a kecskeméti közvéleményt, ez a mostani baleset, tehát az elmúlt hetekben folyamatosan voltak sajnos halálos balesetek a megye közútjain. És hát ezt szomorúnak tartom. A tendencia sajnos az se jó, mert emelkedik a balesetekben elhunytak száma. Például a kerékpár balesetekben elhunytak száma Magyarország vezet Európán belül. Annak ellenére, hogy például a személygépkocsi állomány még az európai átlag alatt van, amely 450 személygépkocsi van, 1000 lakosra, Magyarországon 325, de itt is emelkedik. Tehát még több gépkocsi lesz az utakon, még nagyobb veszélybe lesznek kitéve a gyalogosok, kerékpárosok, motorosok és hát az autósok is. Ugye ma reggel hallottam, a reggel 6 órás hírekben bemondták, hogy Budapesten két rendőrautó összeütközött. Egy rendőr meghalt, hárman súlyosan sérültek. Tehát itt valami olyan idegesség van ebben a társadalomban,
ami okozza ezt, és sajnos erre a politika ráépül, ezt én teljesen elítélem. Azért szerintem azt ne felejtsük el, hogy az elmúlt években újra jóval több autó került az utakra, mint tudom is én a 2008-as válság idején, amikor mondjuk Budapesten minden további nélkül jószerével dugómentesen lehetett közlekedni. Most, hogy valamennyit ugyan drágult az üzemanyag az elmúlt két évben, de még mindig sokkal olcsóbb, mint az azt megelőző időszakban. Emelkedtek a keresetek, egy kicsit jobb az életszínvonal, ugye ezt a statisztikák is mutatják. Szükségszerű, hogy az emberek visszajönnek az autójukba, több autós, oltatlanul több balesetet is jelent. Attila, te írtál egy cikket a héten, ami ironikus felhanggal pontosan azt célozta meg többek között, hogy nem feltétlen kell mindenben azonnal politikai okokat látni. Hát igen, mert itt azért mondjuk ilyet egy hisztéria alakult ki, tehát ami a legveszedelmesebb, és ennek a politikának ott a felelősség. Én azért az általánosítás, amikor azt mondjuk, hogy a politikusok, volt ilyen politikus is, volt olyan. Minél kisebb egy politikus, annál gátlástalanabb szerintem ebben a tekintetben, és nincsen se a tényekre, se az előremutatása, se a fejlődésre tekintettel a problémára nem megoldani akar, hanem azt mondja, hogy bedob egy a tömegbe egy hisztériakeltő szlogent, és hát erre a plebsznek egy része alkalmas is más dolgok miatt. Teljesen más háttere van azoknak, akik alkalmasak valakinek a fölkoncolására, semmi köze ehhez a balesethez, de hát elindult itt egy folyamat, ami megint a hangosok győztek egy picikét átmenetileg, tehát azt lehet mondani, hogy Barabást kiáltottak. Miközben azért tényleg zajlik egy folyamat, de a városnak a közlekedésének az átalakítása érdekében majd, hogy nem ez egy úgymond nagypárti koalíció, mert ez egy város érdek. Tehát ebben semmiféle olyan probléma nem merült föl az elmúlt időszakban, hogy ezt meg kell csinálni. Tény az, hogy ezt fel is kéne gyorsítani. Tehát nem tudunk lépést tartani ezzel a forgalommal, ezzel a mennyiségű autóval, és még azt mondom, hogy márciustól meg kirajzanak a robogók, a biciklisek, katasztrófa, hogy mi lesz. Tehát ezt ameddig nem tudjuk a kis körútot szabályozni, akkor tényleg radikálisan forgalmat kell csökkenteni táblákkal, lámpákkal, és ha ez megoldódik, és kimennek a nagy körútra, meg kimegy innen a központi pályaudvarra, a belső pályaudvon, tehát ha sikerül ezt a forgalmat megoldani, akkor már újra lehet csökkenteni majd a lámpák számát. De muszáj valamit tenni radikálisan, nincs más megoldás. Hát én ehhez csatlakozva azért szerintem, ha tendenciát nézzük, Magyarországon, ugye mondtam, 1000 lakosra 325 gépkocsi jut, lehet, hogy most már valamivel több, ez 2015-ös adat. De hát Luxemburgban 660, Németországban is 600 körül, és nincs több baleset. Itt én szerintem, számomra én azért tudok egy konkrétumot mondani, mert egy hónapig közlekedtem külföldön, Los Angelesben, ahol 1000 lakosra 800 autó jut. Nem láttam gyalogos balesetet. Ami megdöbbentett, amikor hazajöttem, hogy mennyivel idegesebbek itthon az emberek vezetés közben. Egyszerűen, és ez jelenti azt, hogy lényegesen a rossz utak mellett, meg nyilván nincs annyi autópálya, meg minden, de ez jelenti azt, hogy idegesebbek vagyunk. Ugye pont a városi rendőrkapitány is utalt arra, egy adat, hogy a pesti rendőrök véleménye szerint a kecskeméti autóvezetők lényegesen agresszívebbek, mint a budapestiek. Engem az első hallásra szíven ütött. Szerintetek van benne valami? Én nem tudom, hogy ezt hogyan lehet felmérni. Ez a szubjektív. Igen. Azt tudjuk, hogy a hülye az mindig a másik autóban ül. Valószínű, hogy az érzésem szerint az lehet a gond, hogy én azért hetente minimum egyszer Pesten töltöm a napomat, és
ugye ott mindig úgy kalkulálom, hogy rászánom, hogy akkor mik a feladatok, és akkor tudom, hogy oda egy óra, másfél óra, tehát mindig rászámolom ezek az időket, és most már egyre jobban Kecskeméten is kell. Tehát, hogyha azt mondom, hogy nem tudok 3 óra előtt városba intézni dolgokat, vagy úgy délelőtt, amikor nincs az a forgalom, akkor bizony úgy kell bekalkulálnom, hogy itt is az óra, másfél óra rá tud menni a lámpák, a közlekedés miatt, a parkolási lehetőség miatt több kört kell megtenni, hogy le tudjon az ember állni. Tehát már itt is jön ez a Budapest szindróma, ott már megszokták, itt meg még szokatlan, és ebbe is van egy ilyen feszültség, hogy már késésben van, de még itt keresi a parkolóhelyet, a harmadik kört teszi a Rákóczi utcán például, hogy mindjárt kezdődik a tárgyalása, de nem tud megállni sehol például. Hát ez is elhangzott egyébként többször, hogy tulajdonképpen az elmúlt években új jelenségeket kellett megismerni, tehát a olyan forgalmi dugók azért nagyon hosszú ideig nem voltak, mint amilyenek most már mindennaposak, de arról mi a véleményetek? Mi a balesetet követően több napon keresztül számos riportot készítettünk, a Kecskeméti Televízió kollégái kint voltak, nem csak a baleset helyszínén, tehát a piristák terénél, több olyan csomópontnál forgattunk, ahol jellemző az, hogy a gyalogosok és a gépkocsi vezetők, hát finoman szóval sem tartják be minden esetben a közlekedési szabályokat, és megdöbbentő az, amit tapasztaltunk, illetve amit adásba is tettünk. Gyakorlatilag mi két jelenségre figyeltünk fel. Az egyik, én szerintem érezhető volt a baleset utáni napokban, hogy sokan óvatosabban vezetnek. Erőzékenyebben vezetnek a járdák előtt. De hogy mennyi gyakorlatilag ész nélkül közlekedő volt, ami 10 perc alatt tudott rögzíteni a kamera. Tehát azt gondolom, egy nagyon, nagyon apró keresztmetszete az adott napi forgalomnak, és nem is feltétlenül a csúcsidőszakban voltak kint a kameráink. Valami hátborzongató. Tehát azt gondolom, és ez, ami a jó hír a rosszban, hogy megoszik a felelősség gyalogosok, gépkocsi vezetők, gyakorlatilag a forgalomban résztvevő valamennyi közreműködő között. Ki lehet-e azt mondani szerintetek, hogy ez lehet-e a fő oka annak, hogy elharapozott? És valóban, hogy János is említette, a gyalogosokat érintő balesetek, a halálos gázolások száma sajnálatos módon emelkedik Kecskeméten. Én azt gondolom, hogy itt nagyon komoly hozzáállásbeli probléma van. Az elsőbségi szabályok ugye az autósok számára, minden közlekedő számára világosak. Ha jobbkész szabály van, az ember ott benéz, mert jöhet autó. A zebránál az autósok egy jelentős része, bocsánat a kifejezésért, ezt letolja, mert hiszen az autója különösebben nem sérülhet, tehát ő az erősebb. Az erőtudata az, ami nagyon sokszor felülírja ezeket a szabályokat, amik arra vannak, hogy megvédjék azt, akinek ugye előnye van. Én kerékpárosként, sportoló kerékpárosként is azt tapasztalom, bár az elmúlt években talán egy kicsit jobb lett a helyzet, hogy az, hogy egy kerékpárost kikerüljenek nagy sebességgel, az kevesek szokása. Nem számít. A traktort nagy évben kerüli ki, mert ott bármi történhet. Igen. Itt, hogy esetleg a visszapillantó tükör eltalálja a kerékpárost, és az ott meg is hallhat a helyszínen, ez nem számít. Több olyan baleset történt az elmúlt években Kecskemét környékén, pontosan ilyen kerékpáros balesetek, amikor több kerékpárost, bolyban kerékpározó sportolókat ütöttek el. Az autó meg megy tovább. Hát, megnézte a tükörből. Oké, és mi a helyzet a gyalogosokkal? Számomra megdöbbentő volt, amit készítettetek filmet a halálos baleset után, és figyeltem, hogy például ugyanazon az ebrán gyalogos ment át, mögötte busz egy fél méterre már áthúzott, előtte még egy autó átment, mert addig még nem ért oda a gyalogos. Tehát, sőt, hát ugye tapasztalatból mindannyian tapasztaltunk, megállunk az ebra előtt, ugye akkor nem szabadna senkinek se tovább menni, mert nem biztos, hogy látja, hogy én melyik gyalogosnak adok elsőbséget, simán elmennek mellett. Izgalommal nézel a tükörbe, hogy ahogy te megálltál, nem hoztad-e veszélybe a gyalogost azzal, hogy ő elindul pontosan ezért, és esetleg a mögötted jövő autó meg előtte. Pedig ezt a Kressz egyébként szigorúan szabályozza, hogy egy komoly büntetés lehetne ezért kiszabni, ha én megállok a zebra előtt, és elhúz mellettem, nem húzhat el.
Tehát nem vigyázunk egymásra, ez sajnos, megint oda vezetem vissza, nem azért, mert sok autó van, ez nem az autók számától függ, hanem a vezetők hozzáállásától. Meg nyilván ez mind a két félnek oda kellene jobban figyelni, mind a gyalogosoknak, mind a gépkocsi vezetőknek, mert egyre rosszabb lesz a helyzet egyébként, mert senki nem fogja tudni megállítani azt, hogy egyre több autó legyen. Tehát ez egy exponenciálisan növekszik. Ugye János mondta, hogy felvételeket készítettek, és meg te is mondtad azt, hogy bizony a KRESZ meg a jogszabály. Na most a rendőrség ilyen jellegű jogszabályok sértés miatt vajon büntetette mostanában? Ott van fönn a kamerájuk. Tehát ez egy ilyen tűrt kategória, nem merik meglépni, nem tudom miért, központi szabályozás, mert hogy egyelőre. De mikor lesz az első kerékpáros, az első gyalogos, hogy megbüntessék? Tehát amikor elindult ez a mizéria a telefonálással, meg a biztonsági övvel. Amikor már jöttek, megbüntettek egy 20-asra, egy 30-asra, tényleg megállt mellettem a rendőr, benézett, leállított, nem volt bekapcsoló. Ez úgy elterjedt, hogy azóta mindenki, hogy figyelj, most már ezt is büntetik. Tehát ha ez nem lép érvénybe, és de tényleg ott telefonálnak, és ugyanúgy nincs bekötve a biztonsági öv. Ha megnézed, hogy hány olyan autó van, ami több 10 millió forintba kerül, gyárilag bele kell, hogy építve legyen a kihangosító, és így ül benne, így, és az órával kormányoz. Na most ez csak egy anekdóta, egy kecskeméti nagyvállalkozó egyszer rendelt egy biztonsági övet, mert csatot akart, de csak egy biztonsági övet az egyik autókereskedésben, megjött hatalmas nagy dobozba, ezt mindig mesélik nekem az adó. Kivette a biztonsági övet, így levágta róla a csatot, azt elvitte, az ott hagyta az ne sípoljon a kocsit. Ne sípoljon a kocsit. Csak ezért megrendelte azt a hatalmas nagy komplet biztonsági övet. Hát én szerintem azért abban van valami, hogy lehet, hogy a nagy terepjárók sofőrjei nem feltétlenül tartják be, de szerintem a büntetés az egy, sőt, lehet, hogy az egyetlen visszatartó erő. Egyébként az a kérdés, hogy gyalogos büntettek-e már azért meg, hogy körültekintés nélkül lépett rá a zebrára, ebben nem vagyok biztos. Vagy kerékpáros, akinek le kellene szállni, és simán én kerékpározok rengeteget most már, és én leszállok, hát áttolom a kerékpárt, de mellettem úgy átsiklanak, okay. És ez az autóknak borzalmas nehéz ezt leketvetni. Konkrét javaslatok is elhangoztak azért itt a bizottságülésen, több fórumon. Kíváncsi vagyok nagyon röviden a véleményetekre. 30-as sebességkorlátozás, kiskörúton. Csabi? Hát az esetek többségében egyébként sem lehet gyorsabban menni. Egyébként nem gondolom azt, hogy a 30-as tábla, akkor a tipikus eset, hogyha ott büntetni akarnak, akkor tudnak. Mondjuk egy 40-es tábla elfogadhatóbb, az mérsékli a sebességedet, betartható. És az ilyen furcsaságok, tehát hogy most ez mellék száll, de ha már most nálam a szó is a 30-as tábla. Ugye a Kőhíd utcát most 30 km-es sebességkorlátozásra ítélik. Ami helyes, csak ott nem is nagyon lehet többen menni, hát mert a parkolóautók miatt nem tudsz, igen. A piacnál, illetve a melyik az Jókai utca? Jókai utca. Jókai utca. Ott is ugye, bár nem tudom, hogy most is van-e 30-as tábla, egy ideig volt, tipikusan olyan helyen, ahol nem az én megítélésem szerint egyébként nem volt rá szükség, viszont egy csomó embert megbüntettek. Természetesen annak a híve vagyok, hogy legyen biztonságos a közlekedés. Nem vagyok benne biztos, hogy a tábla önmagában elég, de ha van tábla, akkor legalább lehet rá hivatkozni. Csak János. Az a kérdés, hogy ez a másik oldalról nem kelte hamis biztonságérzetet. Már a gyalogosok részéről? Például most csak a gyalogos. Szerintem ami nagyon fontos volna, hogy a gyalogátkelő helyeket azt úgy jelöljék meg, hogy sötétben és az autófényszorója úgy verődjön vissza a tábláról, ne adj Isten legyen villogó sárga fény, hogy emlékeztesse az autóst, hogy ott igen, van zebra. Hiába járjuk ugyanazokat az utakat nap, mint nap, tudjuk, hogy van, de azért egészen más, hogyha ha ott van az a plusz inger, ami szükséges ahhoz, hogy az ember úgy közlekedjen, hogy mindenki hazaérjen épségben. Nekem az a véleménye, én a 35 nagyon alacsonynak tartom, mert egyébként amikor csúcsforgalom van, még annyival se lehet menni, de az átlagos közlekedésnél, ha egy 40-es tábla van a kiskörúton, és ezt a rendőrség különösen az első időben betartatja, tehát ennek én híve lennék, mert egyébként autósként tudjuk, hogy 40 km-es sebességgel közlekedve, azért, és figyelve azért meg lehet nagyon gyorsan állni, tehát akkor az és még... És a 40 tartható, most mondjuk a 30 igazából de ott, ahol... És nem kell az a tábla, nem? Csak nincs betartatva. Hát, és betartva. Mert én azért nem tartom értelmét, megmondom, ott azon a szakaszon idáig se foglalkoztak vele. Ami ott nyárestéken zajlik, a STK kanyarba végig, a
következő lámpáig, ugye a görög gyorsulási verseny. Folyamatosan. Újabban az elmúlt 15 évben. Van egy kávézó, én egyszer... Ez egy ilyen most kialakult szokásség. Lassan két évtizeden. Én féltem annak a kávézónak, ott a Hornyékban a teraszám, mert mondom, hogy ide becsapódik, ez a motoros, ez az autós, és ott mindenki húzza. És végig ott van a kamera, sose foglalkoztak vele, soha nem büntettek. Nem mentek ki, tehát ennek valami azért... Valami a neked, hogy a 30-as tában nem... Tehát fölösleget, tehát ez nem. Oda szerintem kell egy ilyen nyomógombos gyalogátkelő lámpa, úgy, ami van a Malomnál is, meg néhány helyen így a városban, és akkor át tudnak menni. Az legalább megakasztja ezt a forgalmat. Szerintem fölösleges pénzkidobás táblára, mert nem is foglalkoztak vele a rendőrök azon a szakaszon. Jó, de hát ahol a körforgalomnál ugye a Domus parkolónál létesült lámpa. Ugye ott rengeteg probléma. Hát én úgy látom, hogy nyilván segített a helyzete. Na de azért ahányan ott átmennek a piroson, autósok is, gyalogosok is. Jó, de azt szerintem ott azt civilizáltabbá tette a közlekedés. Az kétségtelen. Mondjuk olyan furcsaságok vannak, épp a minap találkoztam egy ilyennel, zöld volt az autósok számára. Én a Petőfi Sándor utcáról kanyarodtam a rendőrség felé vezető részre, és a gyalogos természetesen piros jelzésnél jött át, és egy autós előzékenyen elengedte, tehát mint egy beterelte elém kis hián. De igen, ott egyébként abban a csomópontban is van kamera. Tehát ezek a fehér, tölcséres, körkörös, joystickos kamerák, amit egyszer bemutattak, ott is, abban a keresztül. Tehát lehetne látni, aki a piroson átmegy, de hogy most mire figyelnek, csak arra, hogyha most mit épp a körözött autót keresik, vagy valami, de egyszerűen nincs ódium ezeknek. Azért mondjuk szerintem nem általános, hogy a pirosan mennek át az autósok, vagy a kerékpárosok, vagy azzal. Tehát előfordul itt-ott, amott. Szerintem azért rossz a tendencia. Már, bocsánat, János, közben láttam, de hát belegondoltok, én nem tudom, hány éve jött az divatba, hogy még a piroson átférünk. Tehát azért elég régóta közlekedünk, hogy én úgy emlékszem, hogy volt idő, amikor még sikerült, és hát legyünk őszinték, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Mások mennek át. Ezt akartam töredelmesen bevallani. Tehát a sárga jelzésen, narancssárga jelzésen. Mondj, Csabi, csak hogyha lassítasz a sárgánál, akkor fönnáll az a veszély, amit az előbb mondtál, hogy mögötted ugyanígy gondolja a közlekedő, vagy belekalkulálja, hogy úgyis át akarsz te is jutni. Hát jó, hát ez most. Megvan a rizikó. Jó, nem volt, tehát ez egy olyan jelenség, megjegyzem, én ezt szerintem Pestről jött be, tehát hogy egy picit kerti kapitány úr szavaira is reflektáljunk. De bejött, és tulajdonképpen most már ott tartunk, hogy igazából amikor neked zöld van, elindulhatsz egy keresztülésbe a forgalomba, akkor megvárod. Körül kell nézni, még mindenki beférjen. Hogy még átférte mindenki. Úgy, igen. Oké, hagyj egy felvetés. Szerintem Attila is mondta, és valahogy fölmerült mindannyiótok szavaiban a következő. Nem az lenne a megoldás, hogy természetesen a fényvisszaverő jelzések, természetesen a lámpa sokat segített, de betartatni a szabályokat. Mert jelen pillanatban azt kimondhatjuk, hogy vannak közlekedési szabályok, amiket nem tartunk be. Na de hogyha egy picit szigorúbb fellépés van, ha a sebességmérést állandósítják a kiskörúton, most egy kicsit magunk ellen is beszélünk, igen, tudom. És akkor nem biztos, hogy 30-ra le kell csökkenteni a sebességet. Én ennek a híve vagyok, természetesen az autósok nagy része ezzel nem ért egyet. Igen, és a rendőrség ezekben az esetekben, ahol mindannyiunk életének a védelméről van szó, lényegesen szigorúbban lépjen föl, mint mondjuk a városba kivezető út előtt odaállnak, ahol már ugye 60-nal mély, akkor már nem okozó tragédiát, de ott van a sebességmérő kocsi. Uh-huh. Tehát én onnan bevinném a kiskörútra, és ott próbálnék egy kis rendet tenni, nem a város kijáratán. Kevesebb a bevétel ott az nem biztos, úgy, mint nem biztos, hogy kevesebb. Nem biztos, sőt, hogy kevesebb. Sőt, a bevétel azért erősíti a szabályt. Szeretik a halasjútot, mert a könyves kálmán, tehát olyan útak van, ahol nagyobb egyenesek vannak, mert szerintem sokkal több pénzt beszélnek. Igen, Attila, de hát pont ugye ennél, ahol a tragédia történt a piáról. Tehát azért tudjuk, közlekedünk ott, hogy amikor meglátja az autós, hogy zöld van, akkor hajlamos egy picit beletaposni, hát ha még átfér. Csak ott van előtte egy zebra. Én azért biztos, hogy a helyenként az erőteljesebb rendőri fellépés az, ismétlem, helyenként segíthet, meg időszakonként segíthet. De a szemléletváltozás az ez formáljám a szemléletet. Jó, de azért ne felejtsük el hogy azért a függetlenül attól, hogy most történt jó néhány baleset. Azért, ha belegondolunk, hogy mi volt 20 éve, amikor
mások voltak a szabályok a gyalogátkelő helyen. Akkor is az autósra volt egyfajta ilyen kötelezettség, de sokkal kevésbé volt azt hiszem erőteljes, hogy mindenképpen meg kell állnia, hogyha odaér a gyalogos. És azért az elmúlt időszakban ebben nagy előrelépés volt. Tehát sokkal kevesebb a mérgelődés a gyalogos részéről, mert az autósok hajlamosabbak megállni, mint volt ez 20 éve. Szépen lassan, de azért van változás ebben. Egy csomó dologban van változás, nyilván nem elég gyors, de biztos, hogy nem attól fog ez megváltozni, hogy van-e minden zebránál rendőr. Vagy van-e lámpa? Hát minden, vagy valószínűleg nem lehet lámpát tenni. Hát meg akkor végén bedugulnak a kiskörút. Meg nem is kell a kiskörútra, tehát valahogy át kéne tanulni, nem tudom miért megyünk arra, hát nagyobb években is lehetne, tehát meg kell oldani. Tehát Budapesten azért teszünk akkora kanyarokat sokszor, mert egyirányú végig a forgalom, nincsenek szökőpályák rajta, és akkor úgy tudunk rámenni egy körre, hát ez tele van a város különböző menekülő utakkal, jobbra-balra, mert a közvélemény így szereti. Ez nem kiskörút probléma, én azt hiszem, most eltekintve attól, hogy történt a Piaristák terén ez a halálos baleset. De talán ott a leglátványosabb. Valószínűleg ott a leglátványosabb, meg sokan közlekednek ott, de hajlamosak vagyunk ezt én azt gondolom, a halálos balesetek probléma körét azt ilyen belvárosi módon látni. Hát amit a János az elején elmondott, hogy sok a kerékpáros és sok a gyalogos baleset, azért ezeknek a balesetek jó része, ez közúton, lakott területen kívül történik. Az út mentén haladó gyalogost, az út szélén haladó kerékpárost, aki vagy ki van világítva, vagy nincs kivilágítva. Ha ki van világítva, kérdés, hogy milyen hatásfokkal van kivilágítva, hogy az útviszonyok milyenek, hogy kénytelen mondjuk beljebb jönni az út széléről, mert azért hal meg, mert belement a kátyúba, vagy azért, mert most a kamion fogja elütni. Ez egy nagy kérdés. Rosszak az útviszonyok, a közlekedők jelentős része nem tételezi fel azt, hogy bekövetkezhet egy baleset, tehát ahogy ezt mondjuk szokás, nem defenzíven vezet, és még sok mindent fel lehetne sorolni, ami hogyha változna, akkor csökkenne a balesetek száma. Meg talán az idegeskedés is kisebb volna az autókban, a járdán és a kerékpár nyergében. Hát csak annyit említett, tudom, nem kiskörút probléma, de most erről eszembe jutott, hogy annak idején erről volt szó, hogy a kiskörútról fokozatosan kiszorítják a forgalmat. Ezt egészen a Malom megépítéséig ez volt a koncepció. De utána ez kicsit megváltozott ez a történet onnantól kezdve. Jó, azért azt szögezzük le, az elején a jelenség politikai vetületeiről is beszéltünk, hogy azért a hiénák azonnal feltűntek. Hogy azért talán az biztató, hogy Kecskeméten, ugye a polgármester asszonynak volt egy előterjesztése a bizottsági ülésen, ahol azért Király József MSZP-s képviselő elmondta, hogy nem demonstrálni kell, hanem a megoldást kell megtalálni, tehát igazad van, differenciált a helyzet, nem minden igen. Politikusra igaz. Hát elhangzott sok minden. Szigorú büntetések, fényvisszaverés, tehát rengeteg javaslat hangzott el. Én azt gondolom, hogy erről még fogunk beszélni, tehát Kecskeméten a közlekedési helyzet egészen egyértelmű, hogy hosszú távú megoldást kíván, és még ebben rengeteg vita, rengeteg szakmai egyeztetés lesz. No, ha már a politikai szállat említettük, hétről hétre közeledik a választás, és ha hiénákat is megemlítve, és a különböző tömegkommunikációban megjelenő akciókat, a kampány minden részletét, hát azért érik a helyzet, ahogy mondani szokták. Én hoztam itt egy friss közvéleménykutatást, azzal együtt, hogy naponta fognak megjelenni ilyen és ehhez hasonló közvéleménykutatások. Amiben szeretném a véleményeteket kérni, ez a kormány közvéleménynek titulált 100. felmérése, tehát ezt mindenképpen tudni kell. Egy dologban a többivel egybehangzó, hogy továbbra is a Fidesz-KDNP toronymagasan vezet a választási esélyesként. Ebben annyi érdekesség, újdonság volt, hogy az LMP beérte tulajdonképpen a második helyre bejött, és beérte a Jobbikot. 8-8%-ot mért a teljes népesség körében, az MSZP eszerint 7%-on áll, 6%-on a DK, és van még egy 5%-os megosztás az egyéb pártok között. Tehát ilyen értelemben az ellenzéki pártok mezőnyében meglehetősen szorosnak tűnik a helyzet.
Mi a véleményetek, hogy ez milyen tendenciát sejtett a hátralévő hetekben? Véleményem szerint itt a miniszterelnök jelöltek viszik, húzzák ezeket a sztásokat. Ugye hát a Szél Bernadett szerintem maga az ő személye, hogy az ő kampányán keresztül ismerhetik meg azt, hogy mi az, hogy LMP, mert maga most LMP ő testesíti meg ugye a Karácsony, meg Orbán Viktor. Tehát itt szerintem ezek a személyek azok, aki valakinek szimpatikus, és akkor mellé teszi a pártrövidítést. Az MSZP-nél ki a főszereplő? Hát ott most Karácsony úr. Most vagy elfogadták, vagy nem, mert ott van egy megosztás ebben a dologban. Egy része elfogadta, egy része nem. Szerintem ez az eredményen ez miatt van. Pont ezért látszik az, hogy az MSZP visszaesése. Mert az a minden választáskor, ha visszagondolunk, mindig a úgymond a listavezető miniszterelnök jelölt húzza a csapatot maga mögött. Ez 1990 óta így van Magyarországon. Mindig arra épül föl a kampány. Most igazán az MSZP-nek nagyon nehéz fölépíteni a kampányát Karácsony Gergelyre, mert hát nem az ő politikusa. És ez látszik a MSZP szavazótáborának a bizonytalanságában. Nincs miniszterelnök jelöltje. Nem tudják egyértelműen elfogadni Karácsony Gergelyt miniszterelnök jelöltnek, hisz Karácsony Gergely múltját ismerően nem bántani akarom, de hát ugye elindult valamikor a Demszki mellől, aztán LMP, onnan kilépve, most egy... Együtt volt ő utána, nem? Együtt volt. Együtt abban. Ő mondta annak idején, hogy jobban utálja az MSZP-t, mint a Fidesz. Igen, ő volt. És most ugye most az MSZP táborának kellene őt elfogadni. Hát látszik, hogy nem fogadja el. Ez az MSZP-nek elég, én nagyon-nagyon komoly veszélyt látok rájuk nézők. Ugye ők a Párbeszéddel együtt indulva 10%-ot kellene elérni. A jelenlegi közvéleménykutatás szerint éppen, hogy ott vannak. Tehát ez gondot jelent. Bejutási küszöb? Igen, mert 10%-ot kell, mivel pártszövetségként indulnak. Ők nagyon nagy bajban vannak. Nyilvánvaló, amit az Attila mond, az teljesen egyértelmű, hogy amelyik pártnak van miniszterelnök jelöltje, az a kampányban mindig meg tudja jobban mutatni magát, mint amelyik ilyen elég zavaros összefogással próbál kampányolni. Az is beszédes, hogy egy felmérés szerint, hogy adott pártszimpatizások hova szavaznának át az utolsó hetek változásai alapján, a legnagyobb földmozgásot az MSZP szavazótáborában várható. Közben ne felejtsük el, hogy egy fordulósról van szó, tehát itt most már nincs az, hogy lamellálunk meg akkor utána egyesülünk a másodikban, hanem itt az első döntés és utána már véget ért, hiába ébredeznek, tehát ehhez is még hozzá kell szokni, mert ugye az elmúlt 20 évben ment a taktika a kétfordulós választási rendszerre. Azt egyáltalán elképzelhetőnek tartjátok? Mert ugye pártszövetségként 10% ezek szerint a parlamenti küszöb, hogy a rendszerváltás után először ne kerüljön be az MSZP a magyar parlamentbe? Hát volt időszak, amikor mondjuk ezt az SZDSZ-ről nem tudtuk elképzelni, volt, amikor a kisgazdapártról volt ilyen képünk. Vannak pártok, amik korábban nagyobb erőkkel bírtak, mint amivel jelenleg minden előfordulhat. Az persze, hogy most még két hónap a választás előtt valami így tehát az ellenzéki pártok között ez, hogy 17% és 10% között mondjuk így az erősebbeket figyelembe véve való lekörül van a népszerűségük. Ott még, ahogy mondani szokás, bármi lehet. Attila, te jól ismered az ellenzéki pártok belső mechanikáját és a boszorkány konyha titkait. Te hogy látod, az utolsó hetekben az együttműködés tud erősödni, vagy inkább a konfliktusok kerülnek előtérbe? Szerintem egyre idegesebbek lesznek ezek a statisztikákkal, és még rosszabb lesz ez a kifele. Na viszont nem tudnak egy egységes, nyugodt, bizalmat árasztó ellenzéki tömörülés képét adni, és ez nagy baj, tehát ez amatőrizmus szerintem. De most az ő céljuknak ugye az kellene, hogy legyen, hogy a bizonytalanokból szerezzenek szavazókat, és hát most egyelőre még mindig nagyon stabilan tartják magukat a bizonytalanok. Valami miatt nem szimpatikus számukra ezek a konglomerátumok, mert akkor már kinyilvánítanák, hogy igen, ezt akartam, egy ilyen típusú program mellett leteszem a voksomat, és ezek az emberek számomra azt mutatják, hogy igen, én egy ilyen országban akarok élni.
és az mellett, hogy most a másik sem tetszik neki. Tehát, hogy ők hogy fognak dönteni az utolsó fölfokozott pillanatokban, valószínű, hogyha ez így folytatódik tovább, ez egy nagyon-nagyon csúnya és szavaiban is nem egy olyan kampány lesz, tehát nem hiszem, hogy ezek nagy arányban el tudnak majd mozdulni valamerre. Tehát arra számít az, hogy a karaktergyilkosságok, igen, csőstül jönnek, és pont a bizonytalanok véleményem szerint azt mutatják, hogy azért vagyunk háttérben, még nem ezt szeretnénk, hanem előre mutató dolgokat szeretnénk hallani, jobbakat, hogy hogyan csinálnám ezt még jobban. Tehát egy bizonytalanok pártját még minden időben volna létrehozni, és akkor azt ez legyen sem. Amit be lehet jegyeztetni, addig igen. Hát azért a választók harmadára viszont. Igen, ez nagyon sok. Azért elmondanám, hogy különböző kutatások szerint, ha bizonytalanok mindannyian elmennének szavazni, minimális mértékben változna meg a pártok támogatottsága. 1-2%, tehát a bizonytalanok, ha mindannyian elmennek, akkor se fordul meg alapvetően. Ez nem azt jelenti, hogy a bizonytalanok azok, hát, mint kormányellenesek, ez nem azt jelenti. Igen, nem azt jelenti. Tehát, mert most nagyon magasan mérik, ugye 30% a bizonytalanok aránya ezen a fölmérés szerint, de ez nyilván csökkenni fog a választások közelettével valamennyire, de alapvetően nem fogja megváltoztatni ezeket a kialakult erőviszonyokat. Itt szerintem, ha most megnézzük például az ellenzékben lévő pártokra le a támogatottsága, majd megegyezik a kormánypárt támogatottságával, de hát azt nagyon jól tudjuk, hogy ez nem úgy megy, hogy most összeáll az összes ellenzéki párt, és akkor a mögöttük lévő szavazótábor egységesen oda szavaz. Hát nem fog egy... Ez nem így működik. Hát erről beszéltünk már, mondjuk egy meggyőződéses Jobbik szavazó hogyan képes elfogadni egy LMP-MSZP-vel közös programot, ha lenne egyáltalán ilyen közös program? Ja, hát itt a programokról még nem is hallottunk semmit se. Itt egyelőre csak arról vitáznak, hogy ki kivel. Attila, említetted ezt, hogy nincsenek pozitív üzenetek, vagy hogy jó lenne, ha lennének pozitív üzenetek. Nem azt hozza az eddigi tapasztalata a kampány eddigi részének, mert már azért kimondottanul működik a kampány, hogy gyakorlatilag csak a negatív kampány elemek jelentek meg. Én nem tudom egyébként, ezek gondolkoztam, hogy a Jobbik politikájával kapcsolatban hangoznak el információk, de hogy az ellenzéki pártok összefogásában ez hogyan tud szintetizálódni, az hatalmas kérdés. Hát itt mélyre kéne menni, az elsődleges probléma az, hogy nincsenek szakembereik, a olyan neves szakemberek, akik mellé állnának az ellenzéki pártoknak, akik komoly szakmai programot tudnának kinyilvánítani. Nem akarják az arcukat mutatni, mert most már zsenánt a politikával foglalkozni, meg nem akarja se a karrierjét beszennyezni ilyen úgymond ilyen úri huncutságokkal. Tehát ez nagyon nagy probléma. Ezáltal nincsenek mai problémákra adódó programjaik, amik tovább mutatnának. Mert lehetne csinálni a jó zsaru, rossz zsaru viszonyt, hogy volna verőember, meg volna egy olyan nagy tudású ember szakpolitikusként, de hát hol van az ellenzékben? Most tényleg... Nem is tudom, hát azért például az oktatási reformokkal kapcsolatban van egy elég széles körű ellenzéki összefogás. Hát az, hogy ütik az oktatást, de hát meg azt mondják, hogy finn modell, stb. Tehát ezek nem úgy működnek, hogy akkor most még megerőszakoljuk, hogyan tudunk. Én csak tudunk arról beszélek, hogy akkor mégiscsak van program, meg mégiscsak hát van szakember. Van, de az bizonyította a korábbi kultusztárca, ugye a Magyar Bálint féle programokon keresztül, hogy azok sem mutattak föl a 4 év alatt olyat, hogy most aztán hoppá, fölugrottunk oktatásban a világ dobogójára. Tehát nem lehet azt mondani, hogy na tessék, nézzétek meg, hogy ez milyen kóser volt, ez meg nem. Tehát én utoljára szakpolitikus, megmondom őszintén úgy, ahogy éreztem, mert nem értek hozzá, az a Gráf volt ellenzékiként, amikor elment az állattenyésztőként, meg gazdaságítók. Éreztem, hogy partiban vannak. Tehát legalább hallatszott ott valami, hogy ez az ember tud olyan dolgokról beszélni, amit értenek, és ott egy állattenyésztő volt, vagy valami. Tehát, hogy diskurzus folyt, és szakmai. Na, csak lestem, hogy végre van ilyen. De hát most fölülről jönnek, és én sokszor látom azt, hogy például a munkabérek emelésénél is, hogy olyan emberek beszélnek róla, akik azt se tudják, hogy miből áll például a munkabér, hogy mi tevődik rá. És innentől kezdve hát
már a könyvelő nem akar vele, már az adópolitikus nem akar vele vitatkozni, mert hát ő nyom egy populizmust, és így fölösleges. Tehát ezek a szakmai viták, ezek szerintem nincsenek is, nem is hangzanak el. Viták populista sajtótájékoztatók vannak, meg lakossági fórumok. Azt mondják, amit úgymond hallani szeretne az a maréknyi ember. Vagy amiről azt gondolják, hogy hallani szeretné az a maréknyi ember. Hát azért a kecskeméti jelölt is a villamos ötletével meglepte a kecskeméti közönséget. Mert itt a közlekedéssel van sok gond, de még a villamos nem hallottam egy kecskemétitől sem. Az időre előkerül a villamos. Régen volt. Egyébként ez a hibridus tenderbe születtek is, ugye ennél azért én azt mondom, hogy ha már figyelt volna akkor ez a politikus arra, akkor azt is észrevette volna, hogy ez volt a nem igazán preferált, hanem volt a trolli megoldási lehetőség, azon belül is olyanok, amelyeknek nem kell vezetéket építeni. Tehát ez volt a hibridus mellett a másik olyan alternatíva, tehát már legalább erre mozdulna, erre azért mondom, hogy kell egy kis tudás, kell egy szakember, ha nem is ő, mert neki nincs ideje, akkor volna olyan szakember mellett, aki ezt előbányászná, megolvasná és fölkészíteni. Tehát a fölkészületlenség itt valószínű, itt a legnagyobb gond. Hát én azt látom egyébként ebben, hogy a fölkészületlenség, de ez miből adódik? Abból adódik, hogy nincs még egy párton belül se egységes koncepció. Most nézzük meg a Jobbikot. A Jobbik egyelőre a saját tagságával azon vitázik, hogy most Vona Gábor mögé, aki ugye balra elindult, beálljon, vagy maradjon azok mellett, akik még a Magyar Gárda, vagy a Fekete Gárdát, vagy mi volt ez az ő? Magyar Gárdát szeretnék. Az egy régebbi képződmény. Szebb emlék. Igen, az még jobb. Azt már feloszlatta az ügyészség. Hát a Magyar Gárdát szeretnék látni az utakon. Hát van a Jobbikban, van még egy ilyen vonulat. Úgyhogy amíg nem tudnak belül egységre jutni, addig mikor jutnak el odáig, hogy ők szakpolitikákról vitatkozzanak? Legyünk őszinték, a választási kampányban kit érdekel a szakpolitika? Általában az értelmiségieket, újságírókat, szűk réteget, nem ezen múlik a választás, nem ezen dőlt el. Hát lehet, de azért érdemes vállalkozókkal összeülni, egy vezető politikusnak partiba kell lenni, tudnia kell azt, hogy az egészségügyel kapcsolatosan. Tehát ezeket kell. A szakembereket, hát jó, ígérni kell, de akkor, aki benne van abban a rendszerben, nagyon jó tudja, hogy ez semmit nem tud arról. Ez egy perc alatt leveszi egy csomó orvos, hogy az életében nem látott még Attila, kórházat. Persze, de ugyanarról beszéltek, hogy egy szűk réteg veszi le, akinek van annyi információ, hogy egy picit a mondatok mögé lehet, és azt mondja, hogy várjál már, de amit mondasz, az hülyeség, az nem így van. De hát azért talán nem mindenkire érvényes, és ott valószínűleg az érzelmek, illetve a hatásvadász elemek fognak érvényesülni. Én még szakpolitikával nyerni pártot nem láttam. Vagy nagyon akkor a mélyben lettek olyan folyamatok, amit az ilyen éles szemű választók, mint amilyen te is vagy, érzékeltek, és tömegével álltak a győztes mellé, de Ez nem lesz, ahogy a Fradinak, meg az Újpestnek se azért szurkol, aki éppen oda szurkol, mert van valami olyan sokat. De csak úgy lehet ígérni. Tehát, hogyha nem tudom a szakmát, én azt mondom, hogy utána jön a PR. Tehát nem baj, ha van valami alapja. És akkor ott látja azt a pici részt, és akkor jön a PR-os, aki bedob egy olyan ígéretet abban a területen, egy olyan apróságot, mert azért... Voltak ilyenek a korábbi kampányban. Erre van mindig az a 4 év, amit éppen egy ciklusban, most feltételezve, hogy olyan pártok jutnak a következő ciklusban is parlamentben, akik már az előzőben ott ültek, hogy 4 év alatt tudja megmutatni magát mondjuk egy ellenzéki párt, hogy őnek milyen elképzelései vannak a világról. Ha azt akkor meg tudta mutatni, és képes felmutatni egy olyan egyéniséget, vagy több egyéniséget, akik ott állnak a párt élén, akik szimpatikusak, magukkal ragadó személyiségek, akkor van esélye, hogy a lehető legtöbb szavazót maga mellé állítsa. Ha erre képtelen volt, és nem tud felmutatni ilyen embereket, akkor nem sok esélye van, vagy hát annyi, mint a hóembernek a Copacabana megnyerni a tango bajnokságot. Ez egy elaprózódott rendszer, tehát itt nincsenek pártok. Tehát itt most arról kéne beszélni, hogy van egy nagy profi konglomerátum, amelyben már megismertük a 4 év alatt, egységet mutat, és egyre növi ki magát. Hát 4 év alatt csak a veszekedést láttuk mindenki részéről. Már az ellenzéki. Igen. Hát most megnézzük, most 8 évet nézünk, mert ugye ezek az ellenzéki pártok már 8 év alatt mutathatták volna meg, hogy mit akarnak. Már lehetnek profi ellenzéki pártok. Igen, profi ellenzéki pártok. És ha megnézzük az MSZP-t, a Jobbikat, az LMP-t, mind a 3 saját magát leszalámizta.
ugye MSZP-ből elment a DK, a Jobbik is szakadás előtt áll, ha még nem is jelentik ki, az LMP pedig hát tudjuk, ugye a szétszakadt. Megélhetési szigeteken ezeket csak belőle. Tehát 8 év alatt nem tudták fölépíteni magukat, és ezt a választók érzik. Elégedetlenek egy része, elégedetlen a jelenlegi politikával, meg balos szavazó, meg liberális szavazó, de igazán nem találja a pártját. Tehát akiket ugye mint bizonytalanokat fogalmazunk meg, vagy mutatnak a közvéleménykutatások, azok igenis bizonyosak, azok hát úgy vannak, hogy nem szavaznak senkire. Mert ez a mert kire? Mert győztesek akarnak lenni a választók is, ezt nem értik meg a politikusok. Tehát ők is szeretnének egy jó kisugárzású, egységes valamihez tartozni. Na most ez nem az. Tehát mindig, már talán egyszer említettem ezt a Louis van Gaal interjút, ez már vagy 10 éves, több mint 10 éves, hogy kérdezték tőle az Ajax Amsterdam élén, hogy annyi fajta ember focizik ott, van maguknál rasszizmus. Azt mondja, persze, hogy ne lenne az öltözőben, de a pályán nem. És ezt mai napig képtelen a mai politika megérteni, hogy nem lehet így viselkedni kifele. Tehát egységes képet kell mutatni. Bent elveszekszünk meg, de ami zajlik a kamerák előtt, előttünk, hát az elképesztő, és mindenki beszél kifele, jobbra-balra. És Attilához csatlakozva, hogy a választók is szeretnek a győztes pártra szavazni. Ugye több olyan fölmérés volt, hogy választások után megkérdezték az embereket, és mindig nagyobb arányban szavaztak a győztes pártra, mint a valóságban. Mint a valóságban. Ez olyan, mint az 56-os partizán voltam, persze, ez ugyanaz. Igen. Jó, hát kedves kollégák, nagyon szépen köszönöm. Tartok tőle, hogy van abban valami, hogy a választási kampánynak a csúnyábbik része még hátra van. Bízunk abban, hogy Kecskeméten azért ez jóval enyhébb lesz, mint a szép fővárosunkban, ahol ennek nagy hagyománya van. Köszönöm szépen, kedves nézőink, a sajtóasztalt látták, viszontlátásra.